Üdvözlet a nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Jubileumot ünnepeltek, 10 éve épült meg a Sellyei Ormánság Egészségközpont. Országos döntőt tartottak Pécsen, a száraz építők közül választották ki a legjobbat. Szépítik a várost, elmaradt rendezvényeket pótolnak, újraindul az élet Sásdon. Kínai tanévzáró Pécsen, 11 diák kapta meg az oklevelét. Idén ünnepli 10 éves jubileumát a Sellyei Ormánság Egészségközpont. A kerek évforduló alkalmából díjátadót és oltásszakmai konferenciát rendeztek a Baranyai településen. Az eseményen elhangzott, hogy kulcsfontosságú szerepet játszik az intézmény, nem csak a járásban, hanem az egész megyében. A szakemberek kiemelték, hogy az oltási munkacsoport és az egészségügyi dolgozók kiemelkedő munkát végeztek a koronavírus elleni vakcinázás ideje alatt, hiszen Baranyában az országos átlag feletti az oltakozási arány. Ellátásszervezés, praxis közösségek, a COVID kardiológiai és pulmonológiai vonatkozásai. Többek között ilyen témákban hallhattak előadásokat azok, akik ellátogattak a Sellyei Művelődési Házba. Az eseményen oltásszakmai konferenciát rendeztek, ám a találkozó előtt egy fontos évfordulót is megünnepeltek a résztvevők. Idén ünnepli ugyanis 10 éves jubileumát az Ormánság Egészségközpont. Ebből az alkalomból érkezett a helyszínre az egészségügyért felelős államtitkár. Horváth Ildikó köszönt hangsúlyozta, hogy számára különösen fontos az itt zajló szolgáltatások színvonala, hiszen maga is a Dunántúlról származik. Elindult az a működés, amit mi megálmodtunk az országban. Az embereknek a közvetlen közelébe könnyen és jól elérhető módon szolgáltasson széleskörűen egészségügyi szolgáltatást, hogy mindenki megkaphassa a lehető leggyorsabban és azon a szinten az ellátást, ami megfelelő. A rendezvényen elismerő oklevelekkel és ajándékkal köszönték meg a helyi egészségügyi dolgozók munkáját. Különösen nagy megbecsülés illeti az intézmény munkatársait, hiszen az elmúlt több mint egy évben megfeszített tempóban látták el feladataikat, hangzott el a köszöntőkben. Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett, hogy 2008-ban pályázott a város az egészségközpont megépítésére, majd 900 millió forintos támogatással elindulhattak a munkálatok. A politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy a Magyar Falu program keretében 6 településen újulhatott meg orvosi rendelő, 12 praxis működik, és 30 millió forint értékben vásárolhattak felszereléseket a Sellyei járásban. A korszerű körülmények is hozzájárultak ahhoz, hogy Baranya mind a 301 településén zökkenőmentesen szervezhették meg a koronavírus elleni beoltásokat. Mindenki azt gondolta korábban, hogy itt nagyon nehézkes lesz majd az oltakozás, illetve az oltási folyamatnak a megszervezése. Ehhez képest csúcsokat döntöttünk, hiszen Baranyába oltakoztak leginkább az emberek, és itt tudták úgy megszervezni a szakemberek az oltást, hogy gyakorlatilag az országos átlag felett oltakoztak itt mindig az emberek. Az eseményen kiemelték, hogy az Ormánság Egészségközpont kulcs szerepet játszik abban is, hogy azok a páciensek, akik további kezelésekre szorulnak és őket a pécsi klinikai központba szállítják, magas minőségű ellátásban részesülhetnek. Az intézmények között továbbra is fenntartják az együttműködést, legyen szó az alapellátás, a szakellátás vagy akár a járóbetegellátás területéről. Orbán Viktor miniszterelnök a csütörtöki kormányinfón elmondta, hogy a kormány döntött a 12 és 15 év közötti gyerekek oltásáról, így hamarosan ők is felvehetik a COVID elleni vakcinát. A miniszterelnök azt mondta, oltási kampány nem indul. Az ellenanyag beadása természetesen önkéntes lesz a fiatalok számára is. A gyerekek oltásának megszervezésében a megyei kormányhivatalok vehetnek részt. A baranyai kormány megbízott az Ormánság Egészségközpont pénteki ünnepségén beszélt stábunknak arról, hogy mi várható a döntés után. Ez azt jelenti, hogy regisztráció után kórházi oltópontokban lesznek ők is oldhatóak. Ugye, mivel kiskorúakról beszélünk, itt a szülők regisztrációban való segítségét és a hozzájárulásukat mindenképp majd kérni fogjuk. A részletekről várjuk a megjelenő kormányrendeletet, és ez alapján fogunk oltani. Én azt vélelmezem, hogy Pfizer oltóanyaggal fogunk oltani a kórházakban, és ma Baranyában megfelelő készletekkel rendelkezünk, úgyhogy állunk elébe és várjuk a kormánynak a döntését közlönybe megjelenve, és a kórházaink felkészültek az oltási programra.
Folyamatosan zajlik az oltás hazánkban. A beoltottak száma 5.324.996 fő, 4.157.681 fő már a második oltását is megkapta. 199 az új fertőzöttek száma. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 806.790 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29.904 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 724.614 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 52.272 főre csökkent. 442 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen. Baranya megyében 9-el 28.523-ra emelkedett a fertőzöttek száma. Az ország legjobb száraz építői versenyeztek Pécsen pénteken. A 4 szakember közül kerül ki az, aki képviselheti hazánkat jövő ősszel Shanghaiban. Itt tartják ugyanis a szakmák világbajnokságát. A World Skills-re minden ország egy versenyzőt vagy versenyzői csapatot nevezhet szakmánként. A verseny 4 napos lesz majd jövőre Shanghaiban. Készülnek a gipszkarton falak a Pécsi Pollák Mihály Technikumban péntek délelőtt. 4 versenyeztek az iskola tanműhelyében, hogy világversenyen vehessenek részt jövőre a magyar színeket képviselve. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által menedzselt World Skills versenynek a nemzeti döntője szárazépítő szakmában itt Pécsen került megrendezésre. Most zajlik itt a hátam mögött, az ország legjobb szárazépítői mérkőznek meg azért, hogy jövőre Shanghaiban a szakmák olimpiáján hazánkat képviselhessék. A pécsi nyertest egy 120 napos felkészülés várja majd a verseny előtt. Ezt Putler Csaba vezeti majd. A szakember azt mondja, nehéz versenyre számít. Olyan országokkal kell nekünk megmérettetni magunkat, mint Oroszország, ahol 600 emberből választják ki a döntőre érkezőt, vagy például Franciaország, ahol hosszú éveket számnak erre, hogy versenyzőt készítsenek fel, vagy például Ausztria, Németország, ahol tradíciója van ennek az egésznek. Tehát nagyon nehéz lesz a verseny, nagyon nehéz lesz a felkészülés. A bírák a gyorsaságot és a pontosságot értékelik, majd erre kell figyelniük a versenyzőknek Shanghaiban. Egyébként a szárazépítő szakma régi nevén gipszkartonépítő felfutóban van hazánkban is. Évente 25 millió négyzetméter gipszkartont építenek be. Ezért van szükség a jó szakemberekre itthon, mondja Putler Csaba. Júliustól indul a vállalkozásokat segítő Széchenyi Kártya újraindítási program, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium pénteken. A kormány célja, hogy a gazdaság újraindítása során a következő másfél évben annyi vállalkozást érjen el, amennyit az elmúlt 30 évben 15 évenként. Ehhez összesen 587 milliárd forint értékben hirdetnek pályázatokat, és az önrész előteremtése, valamint a fejlesztések megvalósulása érdekében megújulnak a Széchenyi Kártya program államilag támogatott rendkívül kedvező kamatozású hiteltermékei is. A programban gyakorlatilag felső korlát nélkül áll rendelkezésre forrás, és az igény becslések szerint akár 2000 milliárd forint is lehet, idézte a közleményt György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. Visszatér az élet a normális kerékvágásba Sásdon. A baranyai településen járdaépítés indul hamarosan. Emellett a város megszépítésén is dolgoznak mind az önkormányzat munkatársai, mind a lakosság. A közterületeken új utcabútorok fogadják a járókelőket, de a civil szervezetek vagy társasházi közösségek pályázhatnak saját környékük szebbététele érdekében. Az elmaradt rendezvényeket is szeretnék bepótolni, a tervek szerint szeptemberben. Újraindult az élet Sásdon is, nagy lendülettel vetették bele magukat az önkormányzat dolgozói és a lakosság is a szervezkedésbe. Az enyhítések óta ugyanis a város megszépítésén dolgoznak. A közterületeken utcabútorokat, padokat, asztalokat, személygyűjtőket helyeztek ki a közelmúltban. Nemrég egy járdaépítési projektbe is belefogtak, megújítják a polgármesteri hivatal és a hamarosan épülő Uszoda utcájának, a Dózsa utcának járdáit mindkét oldalon. Az új telepen is járdát építünk. Ezt önerőből tesszük, az előbbit a pályázati forrásból tervezzük, és talán elmondható még nagy előrelépésként,
illetve hát egy újszerű próbálkozás itt a városban, korábban nem volt még ilyen, egy úgynevezett civil keretet hozott létre az önkormányzat. Erre a városban működő egyesületek, civil szervezetek, társasházi közösségek pályázhatnak. Egy alkalommal 300 ezer forintot nyerhetnek, amit a város szépítő célok anyagköltségére használhatnak fel. Már több pályázat is beérkezett, így például virágosítás zajlott a településen. A tavalyi évben ünnepelte egyébként a város 25 éves évfordulóját. A pandémia miatt azonban nem tudták megszervezni a tervezett rendezvénysorozatot. Ezt áttoltuk 2021-re, ennek az előkészületei gőzerővel folynak. Egy nagyjából egy hetes rendezvénysorozatot tervezünk a nyár végére, ősz elejére, és ezt összekötjük a közösségi házunk 10 éves jubileumával, és éppen 10 éve adtuk át Sásdon a közösségi házat. Ezt a két jubileumot együtt ünnepelve a sásdiaknak egy újabb lehetőségük lesz arra, hogy ismét közösségben és jó hangulatban tölthessék el szabad idejüket. A legfrissebb magyar közlönyben jelent meg a kormány határozata a BMFC új stadionjáról. Ebben többek között az olvasható, hogy az előkészítésért Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere felel, a szükséges pénz előteremtéséért pedig Varga Mihály pénzügyminiszter. A tervek és az egyéb dokumentumok összeállítása nagyjából háromnegyed évet vehet majd igénybe a közbeszerzési eljárás lezárótát követően. Mindez tehát azt jelenti, hogy ideális esetben 2022 első felében lehetnek készen az építkezés megkezdéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok, ami után megkezdődhet a kivitelezés. Az építkezés időtartama további bő egy év, a költségeket egyelőre csak becsülni lehet, várhatóan elérhetik a 22 milliárdot. Kínai tanévzárót tartottak a Köztársaság téri általános iskolában. A nyelvi profilú intézmény 6 évvel ezelőtt bővítette kínálatát a kínaival. A nem mindennapi tanév végén 11 diák kapta meg oklevelét, ami bizonyítványukba is bekerül. Ella édesanyja ír származású, otthon angolul beszélnek. A kínai a negyedik nyelv, amit megtanult. Nagyon akartam ide járni, és nagyon érdekes volt nekem, és aztán idejöttem, és nagyon szép a hely, meg sok jót tanulunk, és hát minden szeretek benne. Sisi Magyarországon született, de édesanyja nem beszéli a magyar nyelvet. Még csak másodikos, de sokat segít a többieknek kínai órán, hiszen számára mindez csak ismétlés. Mint mondja, otthon is tartják a hagyományokat. Szoktunk kínai ételeket főzni, csak nem mindig olyan nagyon rőségi kínaikat, hanem ilyen. Hat évvel ezelőtt bővítette kínálatát a Köztársaság téri általános iskola. A nyelvi profilú intézményben addig angolt és franciát tanulhattak a gyerekek, azóta pedig már kínait is. Nagyon fontosnak gondolom, a kínai úgy gondolom, hogy egy világ nagyhatalom, egy világ nyelv, egy nagyon különleges lehetőség a gyerekeknek. Minden támogatást meg is adunk számukra ehhez, és nagyon örülünk, hogy ezt a tanévet végig tudtuk csinálni, és tudunk egy tanévzárót csinálni. A tanév végén 11 diák kapta meg oklevelét, ami bizonyítványukba is bekerül. 10 napos rendkívüli fizetett szabadságot kap mindenki, aki részt vett a járvány elleni védekezésben, jelentette be a miniszterelnök a csütörtöki kormányinfón. Orbán Viktor közölte, rendelet határozza meg, kikre terjed ki a még csütörtökön megjelenő intézkedés. Ez a legkevesebb, amit megérdemelnek a védekezésben résztvevők, fogalmazott. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, ezt a szabadságot kifizetni nem lehet, ki kell venni legkésőbb 2022. december végéig. A cél, hogy akik dolgoznak, pihenhessenek is. Akik részesülnek a plusz szabadságból, azok az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók, a rendvédelemben dolgozók, a katonák, a szociális, a gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézményben, hálózatban, szolgáltatónál vagy javítóintézetben, valamint a kormányhivataloknál és a járási hivataloknál foglalkoztatottak. Forgószél csapott le Baranyában. A Meteo Mecsek közösségi oldala számolt be róla, hogy csütörtökön Mohács, Bój, Láncsók háromszögben felhőtölcsér alakult ki egy zivatar felhőből, amely a későbbiekben földet ért.
Szerencsére lakatlan területen alakult ki, így sérülésről és károkról nem érkezett hír. A felhőtölcsér tornádónak minősül, de a mostani nem volt erős. Egy szemtanú szerint a forgószél hangos robajlással csapott le a kukoricaföldre. Hallani lehetett, ahogyan szaggatja a kukoricaszárakat, igazán ijesztő jelenség volt. Az esemény a délutáni órákban történt. A régió híreivel folytatjuk. Letették a Kalocsát-Paksal összekötő leendő Dunahíd alapkövét. Ez lesz a folyó magyarországi szakaszán átívelő 20. híd. A létesítmény a tervek szerint jelentős gazdasági fellendülést hozhat Kalocsa térségének, a Tolna megyei partszakasz mentén a munkaerőhiány mérséklésében segíthet. Kamerák és kattogó fényképezőgépek előtt tették le csütörtökön a Kalocsát-Paksal összekötő új Dunahíd alapkövét a folyó Bács-Kiskun megyei oldalán Fogtő közelében. Az 1133 méter hosszú építmény egy kétszer egysávos pályát kap az autóknak, és mindkét oldalán kerékpárutat alakítanak ki. Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, a híd komoly segítséget jelent majd abban, hogy az erőmű építésekor megfelelő számú szakember álljon rendelkezésre, hiszen sokan így Bács-Kiskun megyéből tudnak majd könnyen Paksra utazni, de például élelmiszert is egyszerűbb lesz a munkásoknak szállítani, valamint a turizmus is fellendülhet a térségben. A szállásai kihasználtsága is ezáltal nőhet, ugye kerékpárút is kapcsolódik a beruházáshoz, kerékpáros turizmusnak is lesz jelentősége, sokan kerékpároznak Paksról, most ugye Dunasz, Kömlőd, Madocsa, Bölcske felé, Földvárig még nem tudnak eljutni. A híddal együtt 60 kilométernyi út is épül a térségben. Font Sándor Bács-Kiskun megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője most arról beszélt, hogy a folyó Bács megyei szakaszán már most pozitív változásokat indított el a híd építése. Értékesebbek mind a termőföldi, mind a lakástulajdoni ingatlanok. Látjuk, hogy ahogy közelgünk a hídépítés valósága felé, sosem ott tartunk, az ingatlanárak elkezdtek mozogni. De ugyanilyen, amit mondtam hosszú távon, hogy most a paksi atomerőmű építkezésben gondolkodik mindenki, aki 10-15 éves időszakra fog itt majd egy rendkívül nagy mozgást és munkalehetőséget biztosítani. A teljes beruházás mintegy 92 milliárd forintba kerül majd. A hidat a tervek szerint 2024 nyarán tudják átadni. A Balatonnál a legtöbb helyen már minden készen áll a vendégek fogadására. Ráadásul az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően már szinte az összes tóparti létesítmény megújult. Védettségi igazolványa fizetős létesítményekben sem kell, és jó hír az is, hogy a tóvize az elmúlt napok kedvező időjárásának köszönhetően már a 20 fokot is elérte. A frissen lenyírt fű és a medencék szakszerű tisztítása is arról árulkodik, hogy a Balaton lelei napfénystrand munkatársai már nagyon várják a pihenni vágyókat. Tavaly nyáron a koronavírus miatt rengetegen belföldi nyaralást választottak, ebben bíznak idén is a településem. Ha olyan szezonunk lesz, mint a tavaly, akkor meg leszek elégedve, tekintettel arra, ugye, hogy nálunk a strandi bevételek alapján tudjuk megállapítani azt, hogy jó évünk volt, vagy rossz évünk volt. Tavaly évben majdnem elértük a 100 millió forintos bevételt. Nehezen indult a szezon, de utána nagyon jó volt a szezon. Az elmúlt évek strandfejlesztési programjainak köszönhetően már szinte az összes tóparti létesítmény megújult. A Balatonboglári Platánstrand például több mint 1 milliárd forintot költhetett korszerűsítésre. Ebből a pénzből a többi között parkosítottak, fejlesztették a közvilágítást, és új sportpályákat is építettek a Balaton egyik legnagyobb ingyenes fürdőhelyén. A település polgármestere azt mondja, most már csak jó időre van szükség, hogy igazán beinduljon a vendégjárás. Május nem nagyon kecsegtetett minket jó hőmérsékletekkel, de az első júniusi hétvége nagyon jól sikerült, úgyhogy a munkatársaimmal valóban azt mondhatom, hogy készen állunk a vendégek fogadására Balatonbogláron. Itt a 100 000 négyzetméteres platánstrandon is minden készen áll. A vizes blokkok, a fű lenyírva, tehát azt hiszem, hogy most már csak tényleg az időjáráson múlik, hiszen a víz még nem nagyon kecsegtet, jó hőmérsékletekkel 20 fok körül van, de talán a következő hétvége, és ahogy a szünidő berobban, akkor talán a szezon is be fog robbanni Bogláron.
A járványügyi szabályok szerint, míg a zárt fürdőkbe csak védettség igazolványa lehet belépni, addig a balatoni strandok plastikkártya nélkül is látogathatóak. Igaz, csak annyi látogatót lehet beengedni, hogy 10 négyzetméter legalább jusson mindenkire. Külön fagyival készülnek a részben hazai rendezésű futball Európa-bajnokságra egy Balatonmária fürdői fagylaltozóban. Az alapötletet az adta, hogy már 5 évvel ezelőtt is nagy sikere volt a hasonló kezdeményezésnek, amikor a magyar válogatott szintén résztvevője volt a tornának. A fagyizó tulajdonosai ezzel is a közös buzdításra, a közös élményszerzésre szeretnék rávilágítani a figyelmet. A fagyizó tulajdonosai maguk is nagy futballrajongók, így nem is volt kérdés, hogy a részben hazai rendezésű tornára egy különleges fagylaltot készítenek. Az alkotók semmit nem bíztak a véletlenre, sem az alapanyagok, sem az ízek, sem a színek kiválasztásánál. Mivel most olasz szakvezetőnk van, edzőnk, ezért igazából kicsit próbáltuk az olasz vonalat is belecsempészni, így alkottuk meg, hogy maga a fagyinak az alapja egy mascarpone sajt alapú fagylat, ami a fehéret szimbolizálja, ebbe egy piros gyümölcsökből készült lekvár van, ami megyből, eperből és málnából áll, illetve egy pisztácia szósz, ami pedig a zöldet szimbolizál, és így áll össze igazából a piros-fehér-zöld szín, és ugye a mascarpone is azért kicsit olaszos, meg maga a pisztácia is olasz, ezért igazából még az osztrimesternek is egy kicsit próbáltunk tisztelegni, hogy sikerült kijuttatni a válogatott az Európa-bajnokságra. A vendégek és a szurkolók kifejezetten örültek a kezdeményezésnek, és sokan keresik is a speciális szurkolói fagyit. Még nem ettem ilyet, és gondoltam, hogy ha már nagy válogatott szurkoló vagyok, akkor kipróbálom a válogatott fagyit. A fagyizók a kóstolás közben a válogatott esélyeit is latolgatták. Mindegyik csapat nagyon erős. Hát talán még portugálok, akik verhetőbbek lennének, azt mondom. Talán. De hajrá, magyarok? Kedden. Igen, hajrá, magyarok mindenképpen. Igen. A magyar válogatott első mérkőzése június 15-én kedden a portugál válogatott ellen lesz a Puskás arénában. Szurkolói fagyit viszont egész nyáron kóstolhatunk a Balatonmária fürdői fagyizóban. 130 év után több mint 45 millió forintból újították fel a szekszárdi belvárosi templom orgonáját. Az Angszter József által készített hangszer minden darabját megtisztították és helyreállították. A közel fél évig tartó projekt a Pécsi Egyházmegye megbízásából jött létre. Az utolsó darab is visszakerül régi helyére, a szekszárdi belvárosi templom 130 éves Angszter orgonájának. A hangszert tavalyi év októberében szedték szét, hogy majd másfél évszázad után kitisztítsák és egy nagyobb restaurálást végezzenek rajta. Budavári Attila orgonakészítő mester elmondta, több ezer órájukba telt, míg elvégezték a munkát. Egy ilyen restauráláshoz teljesen a legapróbb részletekig az összes alkatrész szétszerelése, megtisztítása, ennek alapján az elhasználódott, kopott vagy szúvas alkatrészeknek a konzerválása, szakszerű javítása, analógiák alapján való újrateremtése, tehát nem is restaurálás sokszor, hanem rekonstrukció. A hangszer néhány hete visszakerült tehát a több mint 200 éves barokk stílusú orgonaházba, azonban még mindig hátra volt a munka egy igen lényeges része, a zeneszerszám behangolása. Hajdók Judit orgonaművész, az egyházmegye által megbízott szakértő elárulta, ebben a hangszerben körülbelül 1600-1700 síp van, amiket külön-külön kellett beintonálni, egyrészt egymáshoz, az Angszter szellemiséghez és a templom akusztikájához. Itt egy ekkora tér nagyobb orgonát kívánna. Sőt, Angszter József maga írta annak idején egy levélben, hogy igazán ide 30 regiszteres orgona kellene, de hát megpróbál a 24-ből is ki, talán pénz kérdés volt, nem tudom, de hogy akkor a 24 regiszterből is megpróbál valamit kihozni. És most, hogy minden egymásra cseng, összekapaszkodik a hang, valóban nagyszerűen szól. Tehát most nekem semmi hiányérzetem nincs. A rekonstrukciót a Pécsi Egyházmegye finanszírozta pályázati forrásból. A munkálatok több mint nettó 45 millió forintba kerültek. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Jubileumot ünnepeltek, 10 éve épült meg a Sellyei Ormánság Egészségközpont. Országos döntőt tartottak Pécsen, a száraz építők közül választották ki a legjobbat. Szépítik a várost, elmaradt rendezvényeket pótolnak, újraindul az élet Sásdon.
Kínai tanévzáró Pécsen 11 diák kapta meg az oklevelét. Szombaton napos, gomoly felhős időre számíthatunk, majd délután északnyugat felől egyre több felé megvastagszik a felhőtakaró. Kevés zápor, zivatar elsősorban a Dunántúlon lehet. Sokfelé élénk lesz a nyugati északnyugati szél. A maximumok 26 és 30 fok között alakulnak. Este északnyugat felől záporokkal, zivatarokkal hideg front érkezik. Vasárnap reggel délelőtt kelet felé távozik a front, napközben sok napsütésre van kilátás, de a keleti tájakon elszórtan egy-egy zápor még kialakulhat. Sokfelé erős lesz az északi északnyugati szél, 22-27 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!